Na srácok, az a nagy büdös helyzet, hogy hát ja, ez nagyon király. Tehát lényegében, amit ebben a kis Lego rendszerben összeépítesz, azt így ide pöttyint így neked. Ez szerintem állat király ez a feature, és tényleg rácseszi ezeket a rohadt nagy modulokat, tehát amit ott így rálegózol, itt vannak a lézerfegyvereim, ott van fönt is, oldalt a két cargo modul, itt is, ott is, itt a rohadt nagy üzemanyagtank. Szóval ez elég király, hogy így körbe tudod járni. Ez is egy ilyen cargo modul itt hátul, ez az a gravijump modul, hol a... várjál, melyik? Ez itt fönt, ez a reaktor, ez a cargo modul, és ez a gravijump. És az pedig csak egy ilyen összekötő elem, ezek a hajtóművek. Ez szerintem nagyon vicces ez a dolog, ez nekem nagyon tetszik, halál komoly, hogy így össze tudsz rakni egy ilyen szírszart. Na nézzük meg belülről. Remélem nem építettem valahova valami zsákutcát. Na, hát arra nincs semmi. Ez itt egyelőre változatlan. Wow, hát ez kicsit, mintha hosszabb lenne. Királyság. Hát elvileg akkor hárman tudunk repülni. Ezzel a lomhóriással. És tudunk menni mindenhova nyersanyagot vadászni. Na hát ez tök király. Jó, abból az egy szempontból van értelme azért korábbi űrhajó, vagy egyéb űrhajókat ellopni. Simán lehet, hogy esetleg abból is lehet tudást szerezni, tehát kiszedni valami infókat, meg hát el lehet adni azt a hajót. Hát jó, mondjuk kerestem rajta 1500-at kb. De minden esetre ez nekem rohadtul tetszik. Tehát ezt így összeépíted, azt itt van. Frankó. Na, hát csapjunk bele a lecsóba a friss hajónkkal. Na, visszajöttem azért ez a jó fej kereskedőhöz, hát azért elég fájdalmas, hogy a pénzem jelentős része most már hozzá került, 147 ezer pénz van nála, és az a baj, hogy nála nem nagyon tudunk mással kereskedni, csak mondjuk hajókat hozni, eladni. Lehet, hogy egy kicsit jobban ráfekszem majd erre, hogy hajót szerezek, vagy megpróbálom kirabolni. Hát, ha nála van ez a pénz, de nem hiszem. No, lényeg az, hogy végignéztem a hajókat. Ez volt ugye az a szutyogszar, amit elloptam és behoztam, és ugye a jelenlegi hajomhoz képest mutatja az állapotokat, és itt látszik a jobb oldalon, hogy minden piros. Tehát lényegében minden tekintetben szarabb ez a hajó, mint az enyém. Az hagyján, de az összes többi is. Itt lent van ez a missile, az valószínűleg egy kicsit jobb. De ugye az összes többi, ezek a piros sávok, itt a személyzet 4 lehet bent 3 helyett, ez mondjuk egyébként jól néz ki. Ez elég vagány. Biztos vagyok benne, gondolom, mert az összes Star Wars űrhajót megépítették a fanok, tehát már gondolom van X-Wing, meg TIE Fighter, meg minden. Ez is jól néz ki, de ez is mindenben szarabb, tehát itt tele vannak ilyen piros értékekkel. Ugye nekem a Shield is 420 vagy 450, azt hiszem, a Cargóm is brutális, tehát ezek, jó, mondjuk ezeknek a súlya az elég jó, tehát ilyen 383, nekem meg valami 600 vagy 700, szóval kicsit túl lett tolva a dolog. Meg ez az EM, az nem tudom mi, az ott is elég jó kezek, az valami fegyver lehet találni, igen, az a harmadik, az a három fegyver. No jó, hát szóval a lényeg az, hogy zömében mindegyik szarabb, és már ugye ezek is ilyen sok tízezres cuccok, tehát ez is 76.300 ennek az ára. Tehát én olyan kb. 75-öt költöttem a hajomra, és ennél minden tekintetben jobb. Úgyhogy elég király a sztori. Ez már 104 ezer, és ez is kb. Minden tekintetben rosszabb. Itt azért fönt már van két tétel, az engine és az egyik fegyver, ami jobb. És hát itt van akkor ugye nyilván ez a brutál állat, ami cirka mindenben jobb, de ez mondjuk 279 ezer. Szóval, hogy összességében ezek ilyen szírszarfisfos hajók, és amit sikerült összeépítenem, hát mondjuk ennél egy majdnem 20 ezerrel drágább volt, de kb. Mindenben jobb is. Ennél nagyságrendekkel olcsóbb volt, kb. Fele ennyi. És az a baj, ami nekem nagyon nem volt itt szimpi, hogy ezeket a kárgókat, ha megnézzük, 200, jó, értem én, hogy nem teherhajót építünk, hanem vagány űrhajót, de tudtolnom kell sajnos vég nélkül, ez is 91 ezer, stb. Tehát, és kicsi, mindegyiknek kicsi a teherbírása. Olyat speciál nem is látok, azt hiszem, tehát ez is 104 ezer, ezzel szemeztem eredendően, hogy 104 ezerért megveszem, és 785.
Hát ez meg brutális, erre nincs még pénzem. Most így nem is lesz egy jó darabig, mert egy csomót elköltöttem, de lényeg az, hogy ezt a teherbírást még volt egy 900-as valahol, azt hiszem, arra nem emlékszem, ez eltűnt, vagy rosszul emlékszem? Úgy emlékszem, mintha lehet volna egy 900 körüli, mindegy, 785, tehát lényeg az, hogy ha erre próbáltam lőni, akkor azt most minden szempontból sikerült túlszárnyalni, mert nagyságrendekkel olcsóban, a 30 ezerrel olcsóban megvolt. Ez az összes feature-em az kb. Jobb, a shield-em 420, a súlyom az kb. Ugyanennyi, és a kárgóm az pedig nem 785, hanem mit tudom én, 1650. És az üzemanyag, azt nem is emlékszem, ez a 210. Na arra kíváncsi vagyok, mert úgy telepakoltam magam üzemanyaggal, mint az állat. Okay, no problem. Hát 300, nem sokkal több. Úgyhogy frankó, és a töltöttség az most elég szimpatikus, hogy 41 az 1650-ből. Úgyhogy szuper cute. Na, mehetünk végre. Na hát srácok, újabb információ, aminek nem örülök. Eljöttem egy bolygóra, az egy dolog, hogy egy kicsit kijelentlen, tele van sugárzással, meg minden. Viszont találtam egy ilyen rohadt jó hajót. Azt hittem, ez csak valaki itt hagyta, azt elpusztult. Legalábbis reménykedtem benne. Állatkirály. Gondoltam, lenyúlom. Fölmentem, ott szerelgeti a pilóta. Hát úgy vagyok, hogy hát ha nem veszi észre, lenyúlom az egészet, azt még félúton kidobjuk. De észrevette. Ettől függetlenül viszont, iszonyatosan jól néz ki. Ettől függetlenül viszont azt mondta a gép maga, hogy nem vagyok feljogosítva arra, hogy ezt a hajót vezessem. Ó, mondom, persze itt a pilóta semmi probléma, ledúrantjuk. Persze nyilván csináltam egy mentést, nem feltétlenül akartam volna ennek vállalni a következményeit, de úgy voltam, hogy egy próbát megér, ledúrantottam, pont ugyanezt mondta azután is, hogy nem vagyok feljogosítva ennek a hajónak a vezetésére. És akkor utána néztem, hogy ez mégis mi alatt időt jelent, és hát elég nagy szívás, ugye a skill pontok az egy dolog, hogy én hogy és mint állok ezzel, és azt hittem, hogy jó, de jó, a legfontosabb dolgokat elkezdtem kifejleszteni, de szar vagyok, sehogy se állok. Viszont van egy ilyen... ez. És lényegében ezt upgrade-elnünk kell, nem választható, hanem kell, hogyha egyre jobb hajókat szeretnék vezetni. Tehát az a sztori, hogy ez fingom nincs, hogy milyen kategóriás B vagy C besorolású hajó, vagy valami jobb, mint a szar, és nem tudom vezetni, és addig nem is fogom tudni, tehát ezt most simán ellophattam volna, hogyha megfelelő skillekkel rendelkeznék. Ez giga nagy szívás. Jó, persze attól függetlenül lehet, hogy lekátolnak az űrbe, ha meglátják, hogy én ezt a hajót vezettem, mert nyilván loptam. Csak ez egy viszonylag hasznos információ, hogy simán lehet, hogy megvettem volna azt a 280 ezres hajót, és aztán esek pofára, hogy nem tudom vezetni, mert nincs meg hozzá a megfelelő skillem. Úgyhogy az a baj, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden skillekhez van kötve, és nagyon-nagyon sok skillre van szükség, hogy az ember szépen és jól tudjon élni, tehát engineeringhez, researchhez, nyersanyagfelfedezéshez, harchoz, fegyvermódosításhoz, irdatlan, tehát hogy nagyon-nagyon sok a skill, és nagyon sok, nagyon fontos skill van, tehát rengeteget majd ignorálnom kell ilyen, hogyan gyógyítsam magam jobban, meg mit tudom én, tehát amit csak nem muszáj, azt megpróbálom majd skippelni, mert sajnos nagyon sok van, ami szükséges, úgyhogy hát innentől kezdve erre is eléggé fókuszálni kell majd sajnos. Most igazából csak így boostolgatom a karaktert, így bolyongok a világba. Most eljöttem megint egy bolygóra, ahol van egy ilyen küldetés. Viszont ez elég kietlen bolygó, és mindenféle rádióaktivitás található itt, úgyhogy próbálok túlélni. De hát szóval ennyi az új információ, hogy ezt megszívtam, pedig ezzel itt meg tudtam volna pattanni. Ó, és a kis rohadék meg is javította, és elrepül vele. Nekem ez rohadtul tetszik, hogy relatíve no-name, semmire kellő, semmilyen módon küldetés szempontból nem jelölt helyeken elég nagy dolgokba futhatunk, rohadt nagy bázisokba. Itt például semmi közepén itt állt egy elramlott űrhajóval egy fickó. Be tudtam menni, tudtam vele beszélgetni, ahogy zárójelbe kiraboltam a kárgóját, nem volt túl sok minden, de azért, ami mozdítható volt, ezt elvittem, és ott nyafizott, hogy neki most szerelni kell ezt a hajót. Nem lőttem le végül, és megszerelte a hajót, és elrepült. Rohadt jó. Tehát most már nincs ott a hajó. Felszállt, azt elment. Úgyhogy ilyen bazi nagy tereptárgyak megjelennek, aztán meg elrepülnek. Nekem ez tök tetszik. Tehát ilyen jellegű relatíve nagy változások nem szoktak lenni játékokban így a tereptárgyon, hanem az úgy standard ott van, és akkor visszajössz, nem tudom,
20 játéknappal később, akkor is ott van, és ez lényegében rohadt gagyi, mert mi nem tudja megszerelni. Ez sokkal hitelesebb és sokkal életszerűbb, és hát nyilván ezt meg kell csinálni. Nekem ez szimpi. Vannak ilyen jellegű változások is a játékban. Gravitáció az elég komoly, tehát szeretem, amikor így ekkorákat tudok ugrani, mert hol a gravitáció? Ezt szokta írni. 38%-os gravitációnk van. Na jó, hát mászkáljunk, fedezzünk fel, lopjuk szét az agyunkat. Na az a kemény, hogy ezen a kietlen sutyerák bolygón semmiféle állati életforma nincsen, csak ilyen ásványok, de mondjuk abból ilyenek. Ilyet még nem is láttam, amilyen négy csillagos. És az a király egyébként, hogy változatlanul... Na mi van, ezt ki se tudom termelni. De, ó, király, nem tudom ez micsoda. Hogy változatlanul elég jól működik ez a skill, amit kioldottam, ez az ásványi anyag kutató. Isten, itt is csak újabb és újabb ilyen ismeretlen helyeket fedezek fel. És nagyon komoly dolgokat dob, tehát ilyen teljesen basic nyersanyagokat termelek ki, és most például az előbb is dobott kétszer egymás után aranyat, meg egyszer titániumot, meg ilyenek, tehát hogy ilyen semmi no-name szírszar alkatrészeket farmolok, és lényegesen durvábbakat kapok. Kérdés, mennyire lesz erre szükség a jövőben? Mindjárt meg is nézem egyébként, hogy ára mit ír. Az a baj, hoppá, nem itt van. Az a baj, hogy nyilván iszonyatosan leosztja ennek az állat. Ja, nem is mutattam, találtam egy brutális isakot. Mi a szar ez? Aha, jó, majd megcsinálom. Most nem érek rá, köszi. Szóval korábban is találtam már ilyen epic és rare ruhadarabokat, ilyen-olyan-amolyan cuccokat, de szarak voltak a képességei. Tehát itt általában ugye mi a sztori, hogy itt mennyit ad, mennyi ilyen boostot. Ezek vackok voltak, rosszabbak, mint a most, ami rajtam volt, meg itt is ilyen hülyeségeket adott, ami nem nagyon érdekelt, hogy itt 10-szer többet sebzek az élővilágnak, az állatoknak, hát hol érdekel. Na ennek most elég jók voltak a skilljei, tehát azt hiszem 1-2 volt, csak egy picit gyérebb, viszont eleve benyom egy ilyet. Tehát, hogy ez a mail damage, ez mondjuk nem tudom mennyire számít, mert túl sokszor nem támadnak meg, de azért nem rossz. Ez szintén elég hasznos, és ezt én nagyon gyakran alkalmazom, tehát, hogy ilyen fejlővéseket nyomok a népeknek, és utána kapok egy sebzés boostot, úgyhogy ez nem feltétlenül hátrány, főleg amikor ilyen nagyobb döggel küzdök, azt igyekszem fejbe lőni, és ahogy 3-4-5 fejbe kerülni, de akkor utána eleve a következő fejlővés is elvileg többet számít. Úgyhogy most egy ilyenben nyomulok, azt ami remélem lesz még ennél is jobb. Nézzük az erőforrásokat, és azt mondjuk, hogy igen, hát zömében ilyet bányászok, erre 10-et mond, a goldra meg 24-et, ilyeneket is dobált, tehát ez már 2,5-szer annyi. Mennyit dobott eddig? Egyet? De még titániumot dobott, azt hiszem. Igen, ebből is egyet. Hát én nem egyre emlékszem. Ne szívassanak már. Hát akkor olyan nagyon nem buszolt be. Na mindegy, hát szóval vannak azért újdonságok. Próbálok bőszen farmolni. Na találtam még egy űrhajót. Ezt is megpróbálom ellopni. Hát ha ezzel lopható. Mindjárt kiderül. Ez kisebbnek tűnik, szerintem ezt kb. El tudom vezetni. Az a baj, hogy ezeket mind regisztrálni kell, hogyha... Nem. Ó, oh, ez lopásnak minősül. És akkor az nekem külön izé feature, hogy ellophassak egy űrhajót? Gondolom. Hát, kár érte. Pedig jónak indult. Na jó, hát akkor körbenézünk a bázison. Aztán mindjárt megyek a küldetésért, mert egyébként azért jöttem erre a bolygóra, mert itt van egy küldetés, csak mindig eltérülök. Azt hiszem az. Vagy az? Nem, az az űrhajóm. Jó a neve, ugye? Erre nem tudom, ki emlékszik, ki nem. Ez azért csokító, mert ronda és finom. Nem tudok szép űrhajót csinálni, de hasznos. Szóval az a küldetés rohadt messze van. Na jó, itt körbenézünk. Haladok tovább a küldetésekkel. Érdekesebbnél érdekesebb helyeken mászkálok. Hajóm az ilyen cukker. Végigjártam egy ilyen kisebb városbolygót, nem volt olyan nagy, mint a főváros meg a Neon City, ilyen kis zárt településszerű. Elvileg itt azt hiszem valami vérdíjat kell, vagy fejvadász küldetést kell végrehajtanom, úgyhogy nem kéne ide berohanni. És a településen ott is voltak ilyen ide-oda rohangálós kis questek, sajnos szintet nem sikerült lépni még, de némi XP-t azért gyűjtöttem. És most eljöttem egy ilyen kolóniát levadászni.
az így eldő, mint a zsák. Two down, nem one down. Jó, hogy itt ennyire nincs izé. Gravitáció. Hát ez szuper vicces. Akkor itt mondjuk nem kéne ugranom, mert elrepülök. Nem tudom, itt hányan lesznek, meg kik lesznek, meg mennyire lesznek kemények. Ez hányadik szintű volt? Nem figyeltem. Itt elvileg valakit le kell vadásznom, valami szuper gonit. De akkor itt mennyi a zero alatti gravitáció van? Vagy mi a franc? Ilyen akciódúsabb jeleneteket nem nagyon rögzítettem eddig. Mondjuk én alapvetően nem nagyon szoktam akciódús jeleneteket csinálni, mert itt sniperkedek. És... amennyire lehet, igyekszem csendben levadászni a rohadékokat. Közben azért az a szerencse, hogy ez a fegyver alapvetően eléggé átlagos muníciót használ, hogy lényegében majdhogy nem folyamatosan növekszik a... ezek elrepülnek fölfelé. Majdhogy nem folyamatosan növekszik a töltény mennyiségem. Mert mit tudom én, egyet-kettőt lövök, és mindenkinél van 30 töltény. Tehát, hogy... ez nagyon, nagyon gyakori töltény, és ez nagyon látványos. Nem is olyan rossz sebzése van. Hát ez most speciál pont nem olyan, amit használok, de az úgy zömében elég sokszor szokott lenni. Hát egyelőre azért ilyen túlzottan nagy ellenállással nem sikerült találkoznunk, ezért szeretem én ezt szépen beosanok, mindenkit fejbe lövök, azt hello. Itt volt még valahol valaki, akit lelőttem. Ja nem, azt már összeszedtem. Jó, hát bemegyünk az épületbe, aztán ott is körbenézünk, hogy vannak-e még jelentkezők egy-egy fejlövésre. Reméljük. No, nézzük. Ki van még itt? Hát nem sokan. Erre nem tudok menni. Itt az a jó, hogy az ilyen üvegfalakon keresztül meg szoktak látni, és elkezdenek lőni rám, mint az állat. Annyira sok eszük van. Egyébként összességében az AI szerintem úgy ahhoz képest egész jó, mondom, ezt az üvegfalas dolgot leszámítva. Kifejezetten jól bujkálnak, meg elszalad, elmenek. Egy csomószor, hogy valaki rám lő, és aztán full elszalad. És valahonnan tök máshonnan kerül elő. Meg az is tetszik, hogy meglövöd őket. Jó, nyilván ha fejlődéssel, akkor nem, de egyébként a meglövöd őket, és még viszonylag marad HP-ja, akkor így kúszik, mászik a földön, meg ilyesmi. Ha belelősz az oxigénpalackba, felrobban. Ez marha jó, hogy így lebegnek itt a dolgok. Na erre még nem jöttem rá, bakker, hogy ezt a jetpacket, ezt hogy tudom használni. Állítólag nekem is van. Nem tudom, miért nem tudom használni. Gondoltam, hogy ilyen dupla szó köz, vagy ilyesmi, de nem. Elosztok. Hol vagytok? Lelövök valakit valahol, és ellebeg onnan. Ja, egyébként sokszor sok hülyeséget beszélek mindig. Közben rájöttem végre, hogy a csaj hogy működik. Igazából ugye az a probléma, hogy alapvetően nem adtam neki semmit. Üres volt az inventory. Kb. Azzal tudott dolgozni, amit véletlenül összelúrtolt a mezőn. Nem voltam vele túlzottan bőkezű, viszont most már jó arc vagyok, adtam neki ruhát, és igazából ugye részben hülyeséget mondtam, részben nem. Tehát azt mondtam, hogy nem kell neki töltény, és akkor is lődöz. Hát ez igaz, csak kell, hogy legyen az inventoriában. Ilyen egészen faramocia szitu. Ez gondolom azért van így, mert egy-egy fegyverhez elő szokott fordulni több különböző töltény is, tehát hogy ezt én dönthessem el, hogy milyen töltényen lőjön. De nem fogyasztja. Tehát én ennek a fegyvernek, amit most a kezébe adtam, ebből tettem neki 10 darab töltényt. Na, ez már gyökér. Tettem be neki 10 darab töltényt, és ezzel... Jesszus! Hát ez szülye! Öcsi! Elég jó bírod a gyűrődést. Köszi! Megsebzett a kis szemétládat, így berepül az arcomba. Ez nagyon vicces, és én ugrok egyet, most mindjárt esküszöm, na itt is. Ez elég gyakran vannak azért ilyen... rare cuccok. Hoppá! Nem rossz. Az is jó egyébként ebbe, hogy amikor ilyen rohadt nagyot tudnak ugrani, akkor ilyen bazi magasakról leszoktam ugrani, és nem lesz bajom. Na szóval, hogy nem kell neki... ez mi az Isten?
nem kell neki töltény olyan értelemben, hogy használatra. Tehát ezért ürülök, mert telepakolok több száz töltényjel az inventóriát, és bénázik, akkor nem lövi el azt nekem egy-két perc alatt. Ha nem lényeg az, hogy ott lenne az inventóriában, hát gondolom egy is elég lehet. Anyátokat, dobáljátok a bombát a fejemre. Szóval, hogy ott kell, hogy legyen a töltény az inventóriában, viszont nem fogja elfogyasztani, hanem lődözget vele az idők végezetéig azzal a 10 töltényjel. Na jó, szerintem most egy kicsit pozíciót váltunk, mert eléggé fókuszába kerültem ezeknek a gyökereknek. Egy, és akkor most innen körbenézünk ismét. De az a jó, hogy alacsony gravitációnál akkorákat tudunk ugrani, hogy a lépcsőket nem nagyon kell használni. Most azért még oda lemegyek, azt ki kell lootolnom azt a nyomit. Úristen, ez valami radioaktív reaktor? Szóval, hogy így egészen jól lehet közlekedni. És jó lenne tudni, hogy mit ez küldetés cél. Ó, az egészen biztonságosnak tűnik. Most azért egy rohadt szintlépés már rám férne, mert már nagyon rég. Ja, és egyébként hanem felupgrade-eltem ezt. Nyilván jó keveset lopok az emberektől. Tényleg nagyon érdemes, nagyon komoly pénzek. Valakinél már 1500 pénzt találtam meg ilyenek. Na, itt van. Fel tudom elvileg oldani az új utolsó szintet ebben is, hogyha lesz egy skill pontom. És ez nagyon frankó, mert az elvileg az egy dolog, hogy még nehezebben vesznek észre. Illetve még nehezebben veszik észre a zsebtolvajlást, viszont elvileg ki tudom szedni az emberek zsebéből a fegyvereket, ami nincs a kezébe. Az mondjuk a rohadt jó, mert azért a fegyverek hát rossz esetben is néhány százat érnek, jobb esetben ezret, az a kisebbik szitu, de némelyik karakternél lehet rohadt jó fegyver, amit esetleg akár használni is tudok, vagy ha végre már megtanulom a fegyvermódosítás skillt, akkor esetleg upgrade-elni is. Na jó, hát rá kéne jönnöm, itt most úgy tűnik, hogy olyan nagyon sokkal már nincsenek. Rá kéne jönnöm, hogy mi a küldetés, hova mutat, itt volt egy gombóc, oda mutat egy gombóc, akkor menjünk arra. Az remélem nem kifelé mutat az űrhajomhoz, mert most hirtelen eléggé úgy tűnik. Hát pedig biztos nem végeztünk még itt. De az... rohadtul az űrhajón felé mutat. Hát nem értem. Elvileg ide nekem be kellett jönnöm valami. Igen, egy gyógyító csomag, az elég értékes. Jó. Hát körbenézek. Remélem megtalálom, amit keresek. Néha teljesen potom dolgok tök értékesek. Van, hogy találtam egy öngyújtót, tök kicsi volt. És azt írta, hogy 650-et ér. Meg érdemes ezt a scannelt bekapcsolni, mert sokkal jobban körvonalazódnak a cuccok. Sokkal könnyebb észrevenni mindent, és akkor odaszalad az ember, megnézi az értékét. Most már azért tudok némi önuralmat tanúsítani, minden szart nem veszek föl. Pedig most már sokkal több az inventory kapacitásom, mint a legelején, amikor mindent fölvettem és állandóan túlterheltem magam. No jó, hát... figyú, nem tudom, hogy... ó, na ezt utálom, basszus kulcs, amikor nem mentek rá előtte. Aztán egy ilyen laza zárat kell kinyitnom. Jó, hát mindjárt kinyitom. Kinyitottam a zárat, és ezen meg is lett egy szintlépés szerencsére. Egész jó pofa szobába sikerült bejutni. De nem tudom, miért lett meg a szintlépés, csak azért, mert kinyitottam, és azért kaptam XP-t, vagy lehet, hogy az volt a küldetés, hogy ide jussak be. Na jó, mindegy, hát körbenézek itt is. Aztán csak bízni tudok benne, hogy megtalálom, amiért jöttem. Na hát azt tippelem, hogyha van ennek a küldetésnek megoldása, akkor az kb. Most fog következni, mert itt valaki nagyon káromkodik meg. Csúnyán beszél velem. Mondjuk nem kéne robbanó hordok mögé bújnom. Mondjuk ez az egész valami erő, tehát... aha, igen, hát erről beszéltem. Ez fájt egy picit, rohadjatok meg. Nem is álltam ott, azt még így is fájt. Ne röhögjé. Na, nem röhög sokáig. Na, például most csinálja azt, hogy kínlódik szenved, mert belelőttem, nem halt még meg, de... nem érzi jól magát. Ez nagyon vicces. Kúszik, mászik, és rá lehet durrantani. Hú, a csajit is azért osztják rendesen. Ki a franc ez? Mivel lőzted a gyökér? Aztán ezt remélem tudom tőled lootolni. Ez az én emberem?
Ordi bejön, beszarok. Aha, aha. Akkor ő lesz az. Ő lesz a kollega. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy jó öreg sniper barátunk az ére valamit. Hát, elég jó bírja a gyűrődést ez a köcsög, az én HP-m meg nem annyira. Fú, ez jó sokat sebez ez a szemétláda. Tippelek, nem tudom elvenni tőle ezt a fegyvert, ugye? Ha tippelnem kéne. Öcsi, tudsz repülni? Vagy mi az Isten? Azért annyira nem szereti a fejlődéseket sniperre. 3200, na ennyi, kész a quest. Ez király. Kiirtottuk innen a görényeket. Jó, hát akkor mégiscsak jól emlékeztem, vagy jól találtam meg a helyet, csak a legfőső emeletre nem jutottam el első körben, és itt kellett őket megtalálni. Jó, szóval kb. A világ, meg az univerzum, meg a mindenféle bolygórendszer minden szegletébe vannak küldetések. És elég nagy területek, amiket be lehet járni. Az tény, hogy ez egy idő után ilyen monoton, repetitív tud esetleg lenni, de szerencsére én ott még nem tartok, eléggé változatos helyek vannak. Az ellenfélek mondjuk nem olyan nagyon változatosak, mert majdnem mindig ilyen kalózok ellen kell harcolni, de mondjuk azt ugye eléggé leszarom. Amikor belül voltunk a városban, de jól nézek ki, öreg. Ja, az előbb az egyik ember fölrepült a kevés gravitáció miatt, azt úgy kellett lootanom, hogy ugráltam, hogy elérjem. Szóval vannak vicces dolgok. Tehát, hogy a városon belül például volt, hogy ilyen gangsterbandák támadtak meg, és azokkal kellett harcolni, stb. A hélium. Ó, isteni ez a hélium. Nagy szükségünk volna rád. Isteni ez a hélium. Szóval, hogy ja, na, hát akkor szerintem most nem tudom, ez az epizód mennyi időnél tart, de biztos soknál. Szétlútolom a bázist, és azért fölmegyek, megnézem, az még egy másodperc, ha mindenki kibírja várni a OCD-mmel, amíg mindent kilútolok, akkor fölmegyünk, aztán nézzük ezt a gyökér arcot, hogy esetleg a fegyvere az lútolható, de tippelek nem. De, wow, és mi ez a csillag? Hát ez egy dolog, de azért ebben nem vagyok biztos, hogy ez ennyit kellett volna, hogy sebezzen, mint amennyit sebzett. Mit tud ez? Ilyen fegyvereket azért láttunk már korábban is. Ez volt az... Jó, de hát igen, ez az Aprit. Nincs túl sok sebzése, viszont elég 4-10 gyorsasága. Jó, hát jó lesz ez eladásra. Na jó, hát akkor itt egy quest kész. Jó, és közben akkor benyomtam az előző szintlépésnél. Most hogy is állunk? Szerintem talán ezzel a 3200-as, ja nem az pénz volt, XP az nem volt olyan sok, de az sem olyan nagyon rossz. Szóval, hogy benyomtam akkor ezt a képességet, a szociális érzékenységemet tovább fokoztam, mindenkitől mindent el tudok lopni, úgyhogy legközelebb visszamegyünk a városba, és kipróbáljuk, hogy hogy tudunk az emberektől fegyvereket elszedni. Az szerintem szuper vicces lesz. Csak még egy kicsit széfet kiürítünk. Ez nincs lezárva, de le van. Jó, van helyes.